Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai nap a GIMP Pixel grafikus programunk festőeszközeivel fogunk ismerkedni. Előzetes ismeretként ezt a két filmet nagyon ajánlom megtekinteni, mert ezekre fog épülni a mai tudásunk. Ez a harmadik link, ez egy nagyon érdekes website. A GIMP-et profi módon kezelők csinálnak rá tananyagokat, tanfolyamokat, ingyenesen elérhető. Akit komolyabban érdekel ez a szoftver, nagyon javaslom, hogy ezt látogassa meg, ezt az oldalt. Mai nap nem lesz elmélet, így hát egyből a gyakorlattal kezdünk, indítsuk el a GIMP-et. Fölhívnám a figyelmet, hogy ne háromablakos módban dolgozzunk, hanem egyablakos módban, ugye ablakok, egyablakos mód, és akkor várhatóan nem fogunk becsukni olyan ablak részeket, amire nekünk munka közben szükségünk lenne. Első feladat, nyisd meg a T-gyalog JPG képet. Ezt nektek mellékeltem a házi feladathoz, hát ezzel fogunk ma dolgozni. File menü, megnyitás. Nekem a D meghajtón van a munkamappám, gyakorlatok, 7. osztály, GIMP képek és T-gyalog. Megnyitás. Megnyílt a T-gyalog képe. Ezt fogjuk ma átalakítani elég sokféleképpen. Kettes feladat, a megnyitott képen állítsd be, hogy a kitöltse az ablakot, a kép nézete változtatható, illetve a mérete, a kontroll és az egérgörgő, illetve a szürke plusz szürke mínusz, valamint a nagyító eszköz segítségével. Tehát itt alul az állapot sorban látjuk, hogy ez a kép ez körülbelül most az egyharmada méretén van megjelenítve. Itt, hogyha én kiválasztom a 100%-ot, ez a teljes méret, hát látjuk, hogy ez egy igen nagy kép. Ha a numerikus billentyűzetünk be van kapcsolva a jobb oldalon, akkor a szürke plusszal tudom nagyítani, a szürke mínusszal pedig csökkenteni tudom a méretét, tehát ezzel már tudom méretezni a képet. A Ctrl-Shift-J billentyű kombináció az nekünk itt nagyon kedvencünk lesz, mert azzal egy menetben pontosan képernyő kitöltése tudom méretezni a képet. Most lenyomom a Ctrl billentyűt, és az egérgörgő mozgatásával is tudom méretezni a képet. Az állapot sorba tudjuk követni, hogy éppen hol tartunk, hány százalékát látjuk a képnek. És akkor még itt a nagyító eszközünk, amivel szintén két üzemmódja van, nagyítás, kicsinyítés. Most nagyításban vagyunk, tehát ha kattintok a képre, akkor nagyításra kerül. Ha viszont most kattintok a képre, akkor kicsinyítésre kerül. Ha kontrollt lenyomom, akkor azzal tudok váltogatni a nagyítás és a csökkentés között. No, hát akkor a képméretezésről körülbelül ennyi elég is nekünk. Nagyítsd fel a képe, igen, ez volt. Ja, és pásztázd végig, igen. Na nézzük, tehát nézzük ezt a képet 100%-on, tehát eredeti méretében, és most azt látjuk, hogy a képnek csak egy igen kis részlete látható. A szerkesztő mező jobb alsó sarkába erre az ikonra hívom fel a figyelmet, ha itt lenyomjuk a bal gombot, itt a kisebbik téglalap az, ami a látható részt mutatja, ezt a téglalapot viszont elmozgathatjuk és bepásztázhatjuk vele teljesen a képet. Ez a pásztázó eszközünk, tehát ezt fogjuk itt találni, ha szükségünk van. Nézzük a kitüntetéseit. Így né. Hát én a Ctrl-Shift-jével visszaállítom a töltést. Négyes feladat. Jelöld ki a sapkadíszt a kijelölő eszközzel, alakítsd át lebegő kijelölésé, és a mozgató eszközzel helyezd át a kép egy más részére, majd vont vissza a műveletet a Ctrl-Z billentyű kombinációval. No, hát akkor itt egy picit most ránagyítok a képrészre. Itt Ctrl-val. Így né. Kijelölöm. Itt a kijelölő eszköz. Látjuk az eszközeinket, hogy van olyan eszköz, aminek a jobb alsó sarkában van egy kis fekete háromszög, és van olyan, aminek nincs. Ahol van, az nem egy eszköz, hanem egy eszközcsoport.
Ha rákattintok a kis háromszögre, akkor ott látni fogom, hogy milyen lehetőségek közül választotok. Hát ha a ceruzára rákattintom, akkor látom, hogy itt bizony öt eszközt is ki tudok választani ezen a területen. No, tehát én most a téglalap kijelölő eszközt választom ki, és kijelölöm a sapkadiszt lenyomott balegérgomb mellett. Na most fölengedem, és ezt a kijelölt részt én innen el szeretném mozgatni, át szeretném helyezni. Igen ám, de hogy én ezt ki tudjam venni, ezt a kijelölést, ezt lebegő kijelölésé kell alakítani. Kijelölés menü, lebegő kijelölés. Most rákapcsolok, átkapcsolok a mozgató eszközre, lenyomom itt a kijelölésen belül a bal gombot, és elvontatom valahova. Ha elmozgatom a kijelölésemet, akkor ő mindig a háttérszínnel fogja kitölteni azt a hiátust, ami keletkezett a képen. Most nem akarom ezt a képet így megrongálni, ezért a Ctrl-Z billentyű kombinációval visszavonom ezt a műveletet. De lebegő kijelölésünk még él. Ez azt jelenti, hogy a kijelölésen belül tudok csak műveletet végezni, ezt én most már szeretném, ha megszűnne. A lebegő kijelölést azt a horgony eszközzel tudjuk megszüntetni, és akkor most már tudunk rendesen dolgozni a képpel. Nézzük az ötös feladatot. A varázspálca eszköz küszöbét állítsd 20-ra az eszközbeállítások részben, majd jelöld ki a zászló vörös sávjait, és töröld a kijelölt részt a delete billentyűvel, majd Ctrl-Z-vel vond vissza a műveletet. Hát előtte állítsuk át a háttérszínt. Rákattintottam a háttérszínre, az most legyen fehér. Oké. Most már látjuk, hogy ez itt az előtérszín, ez itt a háttérszín, tehát ilyen színű lesz majd a csík. Ctrl-Shift-jével a teljes képet akarom nézni, és akkor jelöljük ki. Varázspálca eszköz az egy szín szerinti kijelölő eszköz, amelyik pixelre rákattintok, az azzal azonos színű pixeleket jelöli ki. Igen ám, de itt tudunk kerekíteni. Itt a küszöböt, ha állítgatom, itt tudok meghatározni, hogy melyek legyenek azok a pixelek, amiket ő még azonosnak vesz. Tehát ha 20-ra állítom, aminek 20%-on belül van az eltérése, azt ő még azonosnak veszi, tehát ki fogja jelölni. Hát akkor most itt rákattintok erre a sávra, most rákattintok erre, látjuk, hogy ha kattintok, akkor mindig csak ott a környezetet jelöli ki. Igen ám, de ha lenyomom a Shift billentyűt és úgy kattintok, akkor ki tudom bővíteni a kijelölést. Hát itt úgy látszik, hogy 20%-nál nagyobb volt az eltérés, így ezekre az eltérő részekre rákattintok, így a szín szerinti kijelölésem megvan. A delete billentyűvel kitöröltem, és akkor ezek most a háttérszint vették föl. Ctrl-Z-vel visszavonom a műveletet, és a kijelölés semmit parancsával, ami a Ctrl-A, megszüntetem a kijelölést, hogy ne maszkolja a képet. Következő a hatos. A varázspálca eszköz küszöbét állítsd 20-asra az eszközbeállítások részben, majd jelöld ki a zászló középső vörös sávját a bal oldalon, az előtérszint állítsd kékre, a hátteret sárgára, majd a színátmenet eszközzel húzd meg a kijelölt téglalap átlóját. És akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki ez a színátmenet. Hát először jelöljük ki a területet. Varázspálca eszköz kijelöltem. Ez így jó lesz. A vödör eszköz mögött van a színátmenet eszköz. Kiválasztom. És itt tudom meghatározni, hogy ez milyen átmenet legyen, tehát előtérből a háttérszínbe, hát akkor először állítsuk be, ugye kék színből akarunk egy sárgát, egy sárga átmenetet, akkor a háttérszínt azt meg valami sárga árnyalatra állítom. Rendben van, és akkor itt most látom, hogy a előtérből háttérbe visz. Itt még finom hangolásnál, a formánál tudom állítani, hogy ez most lineáris legyen, vagy sugaras. Én maradok a lineárisnál, akinek van kedve, próbálja ki az összeset. És akkor most itt lenyomom a balegér gombot az egyik sarokba, végighúzom a kijelölésen, elengedem az egeremet, és már látom is, hogy elkészült a kijelölés. Bocsánat, ezt visszavontam.
Még egyszer. És elkészültünk a színátmenettel, kijelölést, semmit, és akkor a képet átalakítottuk. Ctrl-Z-vel visszavonom a műveletet, és kijelölést megszüntetem. Hetes feladat. A vágóeszközzel jelölt ki a katona fejét, majd az Enter lenyomásával vágt ki. Ha rosszul jelöltet ki, eszképpel visszavonhatod a kijelölést. Hát nézzük akkor az eszközt. Ez a vágóeszköz. Látjuk, ő nem csoport, ő önálló eszköz. Megnyomom. Kijelölök egy részt. Hát nem ezt akartam, ezért most nyomok egy eszképet. Tudtam javítani. Na most lenyomom a balegér gombot jó helyen. Levontatom. Ki van jelölve a képrész, amire szükségem van, Enterrel pedig levágtam a többi fölöslegessé vált részt. Hát Ctrl-Z-vel visszavonom a műveletet, mert ugye a művelet célja csupán a bemutatás volt, nem pedig a kép átalakítása, ami egyébként itt a többi műveletre is igaz lesz. Nyolcas feladat. A pipetta eszközzel állítsd be az előtérszint az egyik aranygombról, majd a festővödör eszközt állítsd 25%-os küszöbre, színezd ki a zászló vörös sávjait aranyszínűre. Majd vond vissza a műveletet. Hát először akkor Ctrl-Shift-jével teljes kép, és kijelöljük a vörös színeket a varázspálca eszközzel. Itt még hozzáadjuk a többi részt, és ezeket akarom aranyszínűre színezni. Na, a pipetta eszköz, látjuk, az is egy eszközcsoport nyitó eszköze, ha kiválasztom, most itt a eszközök, festőeszközök, itt is ki tudom választani, sajnos az egerem az, na, hol vagy a pipetta? Most az egerem rendetlenkedik. Na, sikerült, kiválasztottam a pipetta eszközt. Amelyik pixelre rákattintok, annak a színét fogja beállítani előtérszínnek. Hát rákattintok az aranygomb egy pontjára, és látjuk, hogy aranyszínűre változott. Most a színátmenet eszközből visszamegyünk a vödör eszközre, és a vödör eszközzel valamelyik kijelölt elemre rákattintok, és az összes kijelölt rész fölveszi az előtérszint, amit a pipettával beállítottam. Természetesen erre nincs szükségem, tehát Ctrl-Z-vel visszavonom a műveletet, és Ctrl-A-val megszüntetem a kijelölést. Nézzük a 9-es feladatot. Ja igen, a 9-es feladatban össze fogunk hasonlítani négy rajzoló eszközt, hogy melyiket mikor érdemes választani. Hát az alapján fogjuk választani, hogy milyen vonalat húz. Hát nézzük meg. Kezdjük a ceruza eszközzel. Hát először nagyítsuk meg a zászló egy világos részét. Maradjunk a nagyításnál. Így, ide fogok vonalakat húzni, kiválasztom a ceruza eszközt. Eszközök, festőeszközök, ceruza. És húzok egy vonalat. Meghúzom. Hát ezt most vissza is vonom, Ctrl-Z-vel, mert fekete színben kéne nekem ez. A vonal úgy sokkal jobban fog látszódni a kontúrja. És akkor húzok egy vonalat, egy szabadkézi vonalat, de hogyha lenyomom a bal gombot, lenyomom a shiftet és úgy kattintok, akkor bizony összeköti a két végpontot egy egyenessel. Ez volt a ceruza vonalam. Nézzük a következő eszközt, az ecset. Ecsettel is húzok egy vonalat. Pillanat. Ecset eszköz. Ja igen, közben szürkére váltott a szín, azt állítsuk csak feketére. És akkor kezdjük előről a feladatot. Tehát húzok egy vonalat az ecsettel, utána kiválasztom a ceruza eszközt, húzok vele is egy vonalat, majd pedig Z, 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 Z. Elejtettem megint egy fontos dolgot.
Mégpedig azt, hogy Handress 75-ösre állítsuk az ecset tulajdonságokat. Tehát kiválasztom azt, hogy én milyen ecsettel szeretnék dolgozni. Csak az eger most nem hajlandó. Először kiválasztom az ecsetet. Ez lesz a Handress 75. És az ecset eszközömmel húzok egy vonalat ezzel a egyel. Majd kiválasztom a ceruza eszközt, vele is húzok egy vonalat, majd kiválasztom a festékszórót, azzal is húzok egy vonalat, itt egy többször átmegyek rajta, majd kiválasztom a tus eszközt, és azzal is húzok egy vonalat. Hát erre most még jobban ránagyítok, kiválasztom a nagyító eszközt, ha tudom. Kiválasztom a nagyító eszközt, jobban ránagyítok a vonalakra. Na, azt látom, hogy az ecset széle az lágy, tehát egy pici kis színátmenetet fog az előtérből a háttér, a rajzolt háttér színéhez megjeleníteni, tehát ezzel tudok lágy szélű vonalat húzni. A ceruza, az látom, hogy kemény szélű vonalat húz, mert itt a pixel határ, egyik pixel még fekete, a másik viszont a háttér, tehát itt nincs meg ez a finom átmenet. Látjuk, hogy a festék szóró az olyan, mint tényleg ez a flakonos festéket szórok a falra, tehát hogyha csak egyszer, akkor halvány, ha többször átmegyek rajta, akkor erősödik a vonal, míg a legkeményebb vonalat azt a tus eszközzel tudom elérni, és a tus eszköznél még azt is láthatom, hogy a formája is alakítható. Ez most egy ilyen rombusz forma. Ha a négyzetre váltok, akkor négyzet formával, bocsánat, akkor négyzet formával fog rajzolni, ha pedig kör alakra váltok, akkor pedig, na, még egyszer, ha pedig kör alakra váltok, akkor pedig körformára. Tehát ha kemény vonalat akarunk húzni, akkor tehát a tus eszközt választjuk, vagy a ceruzát, ha lágy vonalat akarok húzni, akkor pedig az ecsetet választom, vagy pedig a festékszórót. Nézzük akkor a 10-es feladatot. Ja igen, ezt visszavonjuk, ezeket a műveleteket Ctrl-Z-vel és Ctrl-Shift-J-vel visszaérünk az eredeti képméretünkre. És akkor az ecset eszközt állítsd csillag alakúra, rajzolt körbe a katona fejét, majd vond vissza a műveletet. Tehát kiválasztom, most ecsettel fogok rajzolni, a formája az csillag legyen, a mérete az 55 pixeles lesz, lenyomom a bal gombomat, és lenyomott bal gomb mellett körbe rajzoltam, és látjuk, hogy ilyen csillag formával rajzolta körbe. Hát itt vonaltípusnak akár egy ilyen, hát nem is tudom, ez mi, almával is körbe rajzolhatnám, mert rajzoljuk körbe almával. Ezzel is tudunk vonalat húzni. Ctrl-Z-vel visszavonom a műveleteket. Az másoló eszközzel másold a sapka díszt a katona kesztyűjére, mint a vételkor nyomd a Ctrl billentyűt, majd vond vissza a műveletet. Hát tehát a 12-es feladat. Hát itt most ránagyítok a célterületre, itt fogok dolgozni. Ez a sapka dísz, ez az aranyozott fémből készült földgolyó, amin egy sas, illetve mögötte egy horgony látható, ezt kell nekem ide másolni a kesztyűre. Hát ezt a másoló eszközzel tudom megtenni, látjuk, hogy itt is három eszközből választhatunk, a legelső másoló eszközt választom, túl nagy a radírom, vagyis az ecset méretem, meg hát a formája se tetszik, tehát körformájú legyen, és hát mondjuk 20 pixel az nekünk, vagy 17, legyen 20 pixel, az bőven elég. Itt fogom elkezdeni a másolást, tehát lenyomom a Ctrl billentyűt, és ide kattintok. Látjuk, hogy megjegyezte ezt a pontot, és amikor most lenyomom az bal egér gombomat, akkor ezt a pontot oda másolja, és hogyha nézzük továbbra is a sapkadíszt, én azt a sapkadíszt itt, ahogy satírozom, akkor azt látjuk, hogy a kesztyűn az eredmény
az megjelenik. És akkor így nagyon egyszerű módon ez a sapkadísz, ez át lett másolva a kesztyűre. Igen ám, de nem vagyunk maradéktalanul boldogok, mert itt a kesztyű fehér hátterében bizony nem tetszetős ez az éles kontúr, ezen finomítani kellene. Hát akkor most nagyítsunk rá erről. Bocsánat, ezt visszavonom, Ctrl-Z, nem választottam ki a nagyítóeszközt. Nagyítóeszközök, nagyító, és kijelölöm a sapkadíszt és a környékét, és ezt a határozott átmenetet, ezt finomítani fogom, mégpedig itt a maszatoló eszközzel, olyan, mintha az ujjamat festékbe mártanám, és azzal tudnék itt változást elérni, tehát lenyomom a balegér gombot, és sugár irányba a minta felé maszatolom a kesztyű fehér mintáját, és hát így el fogom tudni tüntetni, vagy legalábbis csökkenteni tudom ezeket az eltéréseket, amit a másolás létrehozott, és feltűnik most. Tehát a kép minőségét javítani tudom vele. Pillanat, mindjárt elkészülök. Hát mondjuk legyen ennyi, és Ctrl-Shift-J-vel visszaveszük az eredeti méretet, és tényleg sikerült a sapka rózsát átmásolni. Hát most természetesen visszavonjuk a műveleteket Ctrl-Z-vel. Nyomogatom itt a Ctrl-Z-t, mint süket a csengőt hosszan. Itt ugye nagyon sok műveletet hajtottam végre. És akkor most itt megszüntetjük a kijelölést, és folytatjuk a feladatot. A javító eszközzel tüntesd el a katona orjukait, majd vond vissza a műveletet. Hát akkor itt most megint ránagyítunk a célterületre, katona arcára. Talán, ha láttátok a Matrix című filmet, ott a Smith ügynök egyszer eltüntette a Neo száját, hogy ne tudjon beszélni. Hát mi most itt egy hasonló műveletet fogunk elvégezni, csak hát nem egy filmen, egy mozgóképen, hanem ezen az álló fényképen. Itt a javító eszközt fogom használni, kiválasztom. Kicsit hasonlít a másoló eszközzel. Kontrollal kiválasztom azt a bőrfelületet, hogy mivel szeretnék, milyen mintát szeretnék el rajzolni. Ctrl-Cut. És akkor most ugyanígy ilyen hosszanti mozgásokat végzek, és így szépen egyszer csak el fog tűnni, hogyha kellően hosszan végzem ezt a műveletet, ez az orjuk. És hát egy elég fantasztikus képet kaptunk. Hát bármit el tudunk róla tüntetni, száját, fülét, szemét, amihez kedvünk támad, de hát nem akarjuk szegény megcsonkítani, Ctrl-Z-vel visszavonjuk a műveleteket, az eredeti állapotot helyreállítjuk, ne fulladjon meg szegény katonánk. Oké. A radíreszközzel radíroz le a katona egyik gombját, majd állítsd vissza. Hát Ctrl-Shift-J-vel visszaveszem az eredeti méretet, Ctrl-A-val megszüntetem a kijelölést, és mondjuk eltüntetem ezt a gombot. Igen ám, de tudjuk, hogy ha radírozni fogunk, akkor a háttér színnel radírozik, tehát ha most sárga színnel ráradírozok erre a felületre, hát az igen ronda lesz, ezért tehát én most fölcserélem ezt a színt, és pipettával beállítom, pipetta szín, eszközök, festőeszközök, nem, itt a pipettával, itt a gomb melletti területről veszek színmintát, beállítottam tehát akkor a háttérszint erre, és akkor most a radírra váltok, radíreszköz, vagy pedig itt az eszközök, festőeszközök, radír, és szépen hagyományos módon, ahogy a sima radírral is, addig simogatom, amíg el nem tűnik, és akkor leradíroztuk ezt a gombot, megszűnt a helyén. Ctrl-Z-vel visszavonjuk a műveletet.
Nyitsd rá a kitüntetésekre, és a maszatoló eszközzel mosd össze a színeit, majd vond vissza. Hát akkor a nagyító eszközt választom ki, kijelöljük a kitüntetési részt, és hát kiválasztom a maszatoló eszközt. Festőeszközök, maszatolás, és akkor itt látjuk, hogy mi történik. Tehát tényleg, mintha egy frissen készült festményen az ujjunkat mozgatnánk, és így összemossa a dolgot, és aztán itt ezt minél többet csináljuk, annál különlegesebb, elmosottabb mintát kapunk. Van, ahol értelme van ennek a műveletnek, ezt most meg is mutatom. Ctrl-Z-vel visszavonom ezeket a műveleteket. És most lányok, nagyon figyeljetek, Ctrl-Shift-J, kijelöljük a katona arcát. Ránagyítunk a fejére. És azt mondjuk, hogy itt van ez a kis barna folt, vagy van neked ott egy nagy pattanásod, és ezt szeretnénk eltüntetni. Akkor ránagyítunk arra a területre, ahol az átalakítandó rész van, ezt akarjuk eltüntetni. Most megint kiválasztom a maszatoló eszközt, hát most az egerem megint nem megy, így hát az eszközök menü, festő eszközök, maszatoló eszköz, és akkor itt párat húzok rajta, és úgy eltűnt, hogy a nyomát nem lehet rádni, Ctrl-Shift-J-vel, tehát kijavítottuk a hibát. Na, a fakító eszköz, szintén a lányokat fogja inkább érdekelni, úgy vélem, megint ránagyítunk a katona fejére. Tehát, hogyha nagyon fehérbőrű vagy, és szeretnél magadról egy napbarnított képet készíteni, hát semmi akadálya, ehhez a fakító eszközt fogjuk igénybe venni. Na, nézzük csak, az melyik csoportban is van. A maszatoló eszköz csoportban van, a fakító eszközt fogom, és itt kiválasztom a sötétítést, mert hogy szeretnék barnábbnak tűnni. A 20-as a méret, azt most egy kicsit nagyobbra veszem, mondjuk 50-esre, mert akkor hamarabb végzek vele, és elkezdek itt satírozni. És akkor azt látom, hogy itt sötétebb lesz az arc. De ugyanez működik fordítva is, hogyha a fakítás részre állok, akkor viszont világosabb eredményt tudok elérni. Persze, hogyha többször végig megyek rajta, akkor még inkább. Hát ezzel is tudunk egy picit fényképeket javítani. Ctrl-Z-vel vonom vissza a műveleteket. Igen. Hát az elmosási eszközt már megmutattam, és az utolsó feladat a szövegeszközzel írd a katona feje fölé, Czorbel bold betűtípussal, hogy zöld színben, hogy tengerész gyalogos. Hát akkor Ctrl-Shift-J-vel vissza, beállítjuk az előtérszint egy zöld árnyalatra. Rendben van, és kiválasztjuk a szövegeszközt. Milyen is volt a betűtípusunk? Czorbel bold, korbel bold. Akkor kiválasztjuk a betűtípusok közül. Ugye betűrendben vannak, C betűsök lejjebb. Czorbel, Czorbel bold megvan. És hát a 163 pixel helyett most beírok mondjuk 80 pixelt. És itt képen nyomok egy balegérgombot, nyomva tartom, rajzolok egy téglalapot, és írom bele, hogy tengerész gyalogos. Hát ez egy kicsit kicsinek tűnik, ezért kimeszelem, és itt megnagyítom ezt a betűméretet. Ez most már el se fér, akkor így egy kicsit megnövelem. Na, még egy kicsit megnövelem a szövegmezőt. Hát ezt a szövegmezőt már nem növelem tovább, mert elront. De sikerült, és hogyha én még ezen vagyok, a mozgató eszközzel kicsit odébb is tudom tenni, oda pozícionálom a szövegemet, ahova akarom, és el is készültünk akkor így a feladatainkkal. Nézzük a házi feladatot. A házi feladat, hogy ezt a 6 feladatot, ezt kellene megoldani a tengerészgyalogos képén, amit én most fölteszek a
közös, vagy csatolom neked az e-mailhez, meg fogod találni, és ezt küld nekem vissza a Gmail-es e-mail címemre. Köszönöm a figyelmet, pont 30 perc lett.